Ha egyszerből ki lehet indulni, akkor valamennyire azt mondhatjuk, hogy a papírforma igazolódik Nathan Espinel és Krzysztof Ratajski mérkőzésén, mert egy viszonylag sima szettet aratott, vagy szett győzelmet aratott az angol fiatalember Ratajski ellen, de hát ahogyan ezt bizonyára már sokan tudják, meg többször elmondtuk, és láthatják is, csak éppen 4 szettet kell nyerni, úgyhogy a mozgástere az éppen hátrányban lévő játékosoknak azért jóval nagyobb, mint korábban. Ami Johnny Claytonnak teljesen mindegy, mekkora mozgástere volt, az volt az ember érzés, hogyha reggelig játsszák, akkor sem nyer szettet sem. Stephen Bunting ellen nem játszott jól a Velszi, ugye 4-0 lett a vége Buntingnak, aztán 4-2-re nyert Darius Labanauskas az imént Max Hopp ellen, most pedig a képen látható Espinel vezet 1-0-ra. És kezd egy tripla 20-szal. 83 pont a tavalyi elődöntőstől. És ugye ne felejtsük, Ratajski kezdte a mérkőzést, tehát a kezdő szettjét elveszítette. Százas volt Ratajskitól. Ez pedig egy tripla nélküli kör, 59. Most megtalálta a triplát Ratajski. Még megvan mind a kettő is. Most. 180! Most már kezd egy kicsit adok-kapok jelleggel. Azt kéne venni. Igen, hogy nagyon-nagyon így sűrűsödjön a meccs, mert akkor bármikor lehet mind a két játékosnál, hogy bekövetkezik egy tökélet, egy perfect leg. Az egyik ismerősöm egyébként fogadott rá, hogy lesz 9-0-as ezen a meccsen. Megvan a tripla 18. Ó, 65-je van, 25-ös vagy 15-ös tripla. Vagy tripla 11. Tripla 11-et választotta, maradt az 54 pont. 120 kell a tripla. És a dupla! Nem tud kiszállni 120-ról, picit talán az utolsót elkapkodta. Igen, nagyon jól volt a jó a meglátásod, mert teljesen más ütemben volt. Fölötte az első. Nem dobja be! Ez így sok lesz. Dupla 10. Na, dupla 5. Dupla 5. Azt szereti, de nem dobja be. És Ratajski van hátsó pályán, és onnan nyeri meg az első helyet. 16 nyilassal. Volt egy nagyon acélos leg azért, és jól folytatja Ratajski. 84. A 100 pluszos kiszállójuk nem volt még a meccsen. Szépen jön fölfelé Ratajski. És most meg nem találja Espinel a triplát. Lent igen, 91. Az most nagyon jó. Az is! 140. Nagyon nagy előnyben most a lengyel. És nem dob jól Espinel. Nem, mindig becsúszik egy szektorhiba, vagy csak egy triplát dob, idézőjelesen a csakot természetesen. Hoppá! 134. 114. Benne volt. Csak beledobta az utolsót, nagyon szép volt. Az lesz az. 180! Megnehezítve azért Ratajski dolgát.
Ráteszi a terhet, hogy ott van már duplán, de Ratajski ezeket szereti, és meg is oldja. Fura ideges is lett tőle, hogy ott volt a nyakán Espinel. Igen. Úgy megijedt, hogy gyorsan megdobta két nyílból a kerekítővel. 180! Ai 85-ös. Negyedik benne. Az ötödik is benne. 140! A hatodikat hibázta. Ajjajjajjajj. Hoppá. 136-os. De jó, hogy elkezdtek ilyen jól játszani. És Espinel most ez nagyon erős leg. 25-ös vagy 45. Nem, bedobja a tripla hetet 40-re 141-en kerekít. 10 nyilas lehet. Igen. 140. Ratajski is azért három kör után nem van 140-en. 11 nyíl. Se nézem, hogy volt-e. Ott a 11 nyilas. 2-1, de most jön a neheze. Hát most, mert mind a kettőjüknek. Ratajski tudja, hogy az ötkörössel már jó lehet. Százas. Első tripla 20-as és utána alá fölé. Ú, ötös. Levált 19-esre. Jön is a tripla. Uha. Duplán. Ú, milyen átlagok ebben a szedben. 108 és 105. Vagy ebben a szedben. Igen. Annyit ott a légy. Trökködött. Espinel most kergette ott. Megvan a tripla 20 az első nyillal. Nem nagyon érdekelt, hogy ott egy légy. 140, így azért jobban áll hátsó pályáról. Le tud-e jönni kiszállóra Ratajski? Állj, ez egy ötös. És itt nem lesz kiszálló, az benne van már ugyan. 85. Hú, de kellett neki az utolsó. Olyan, mint hogyha Espinel ilyen gépüzemmódba kapcsolt volna. Azt szeretjük. Igen. Váj, megint szektorhiba. Hát 60-nal, 160-ra megy le. Lehet, hogy hátsó pályáról kell kihasználni, kiharcolni az egyenlítés Magyarországinak. 25-ös. De szép! 75. Visszadobja, de gyönyörű! 24 marad! Hát ez hihetetlen szép volt! Megérdemelné Ratajski, hogyha ezt megcsinálja. De nem csinálja, mert nagyon leesik. De kár érte. 100.60 marad, na dupla 12. 2-2, és ő kezdhet. Bizonyám. Hú, ez nagyon kemény, amit most csinál. Itt dobott egy 16-14 nyilast, ugye Ratajski is, de a 11-13 nyilassal tudott egyenlíteni. Szenzációsat dobnak. És ami, 93. Ami így érzésre változás Espinel tavalyi, meg idei, nem is feltétlenül csak játéka között, hanem úgy összességében, hogy tekintélyt parancsoló lett a játéka. Nyilván ehhez kellettek az eredmények tavalyról, meg a Yuki Open győzelem, igen. De hogy tavaly még azt mondtuk rá, hiába, hogy 28 éves, 27 éves volt, hogy a srác milyen jól dob. Ez itt azért egy nagyon férfias darts. Igen, de még beleszaladhat a férfias dartsba, mert most a lengyel okoz nagyon jó játékot, vagy mutat nagyon jó játékot. 100 pont előnye van hátsó pályáról. És most meg megint nem jönnek a nagyok Espineltől. Túl sok az ugrálás most. Abba a pillanatban, hogy kiállt oldalra, százas, csak fölzárkózni tud. Ha folytatja jó sorozatát Ratajski, és jönnek neki a triplák, akkor kiszállón lesz, ez már benne van. Százas, az majdnem átcsúszott, de nem. Egy tripla kell lesz, Espinelnek is, nincsen, levált. Ott sincs, 57! Ez is könnyen egy-egy lehet. Ill, igen. Ugye Luke Humphreys-tól láttunk olyat, hogy három darab négykörös dobott, és úgy fordította meg a meccset.
Így azért egy 180-nal mondjuk elég jó helyzetbe kerülne Espinel, hogyha nem dobja meg a 106-ot Ratajski. Kellene még egy az angolnak. 140-nel marad 64-re. Na Ratajski! Megvan a tripla. Megvan a 14 az dupla 16. Azt nagyon tudja. Megdobja! 106-ról egyenlít ki Ratajski. 1-1. Innen megyünk tovább, majd egy rövid pihenőt követően.